Minority Safe Pack. Keményen bírálta az Európai Parlament Kulturális Bizottsága az Európai Bizottságot a Minority Safe Pack kisebbségjogi polgári kezdeményezés elutasítása miatt. Felmerült, hogy a kezdeményezők bírósághoz fordulnak. Kelemen Hunor. Napra pontosan 10 éve választották meg Kelemen Hunort az RMDS szövetségi elnökévé. Autópálya. Felbontják a szerződést a Maruskece és Aranyosgyéres közötti autópálya szakasz fővállalkozójával, jelentette be Katalin Drulla közlekedésügyi miniszter. Ez időben még messzebbre tolja a pályaszakasz átadásának határidejét. Köszöntöm Önöket a híradóban! Egyhangúan elítélte az Európai Parlament Kulturális Szakbizottsága a Minority Safe Pack polgári kezdeményezés elutasítását. A Művelődési Bizottság RMDSZ-es tagja Winkler Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntés aláássa a részvételi demokrácia eszközeit. A Minority Safe Pack elutasítása volt az egyik téma az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának csütörtöki ülésén. A felszólalók úgy vélték, az Európai Bizottság a könnyebbik utat választotta akkor, amikor elutasította 1.200.000 uniós állampolgár kérését, amelyet ráadásul az Európai Parlament is támogatott. Ez a nagy széleskörű kezdeményezés és társadalmi támogatottsági bázis is mutatja, hogy szükség van igenis újabb kezdeményezésre, újabb jogi keretre és lépésekre a bizottság részéről. A szakbizottsági ülésen felszólalt az RMDSZ két EP képviselője, Vince Lóránt, a Minority Safe Pack-et elindító Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke, valamint Winkler Gyula is. Utóbbi úgy vélte, az Európai Bizottság saját magának mondott ellent a döntésével. A mi dolgunk itt az Európai Parlamentben az, hogy ne engedjük, hogy ez a téma el legyen temetve, és hogy megkapjuk a szövetségeseket is, akár a tagállamok kormányaiban, a tagállamok parlamentjeiben, és tovább dolgozzunk a politikai eszközeinkkel, addig, amíg valamilyen módon jobb választ, pozitívabb reakciót és tartalmasabb vitát tudunk kezdeményezni az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkező személyeivel. Az EP képviselő elmondta, az Európai Bizottságnak felül kellene bírálni a korábbi döntését, amennyiben ezt nem teszi meg, a kezdeményezőknek az Európai Bírósághoz kellene fordulniuk, hogy érvényt szerezzenek igazuknak. Napra pontosan 10 éve választották az RMDS szövetségi elnökévé Kelemen Hunort. Az elmúlt évtizedben a szövetség többnyire ellenzéki szerepre kényszerült a parlamentben, de látványosan javította kapcsolatát a magyar kormánnyal. Markó Béla elnökségének 18 éves korszakát zárta le 2011. február 26-án az RMDSZ 10. kongresszusa, amelyen Kelemen Hunort választották meg a szervezet új vezetőjévé. Az azóta eltelt 10 évben az RMDSZ mindösszesen 781 napot, azaz 2 évet és 51 napot volt kormányon, a második Bok kabinet, az Unguriánu kormány, a harmadik Ponta kormány, illetve a Kücu kabinet tagjaként. Utóbbi két kormányzás között 6 év telt el, az ellenzéki politizálás pedig behatárolta az RMDSZ lehetőségeit. A magyar kormánypártokkal ugyanakkor az addigiakhoz képest példátlanul szoros kapcsolatot alakított ki. 2011-es megválasztásom pillanatában egyértelmű volt, világos volt, én ezt célul megfogalmaztam, hogy a Fidesz-KDNP-vel rendezzük a viszonyunkat, ezt rendeztük, egy szoros partneri viszonyban vagyunk, és ez így a helyes, azt gondolom, hogy ez volt a helyes döntés, és ezt a döntést tudatosan hoztam meg, én magam, a kollégáimmal együtt, és építettük föl egy olyan nemzetpolitikai kontextusban, és annak minden egyes évről évre kibontakozó részével, amelynek az eredményei látszanak. Az RMDSZ a belpolitikai fronton is sikeres 10 évet tudhat maga mögött, hiszen a szövetség a parlamentben megkerülhetetlen, 200 polgármestere van Erdélyben, mondta el a szövetségi elnök. Kelemen Hunor úgy véli, az RMDSZ szavazóinak és munkatársainak a sikere, hogy 20 év után ismét magyar polgármestere van Marosvásárhelynek, és hogy 2016 óta Kereskényi Gábornak kétszer is sikerült megnyernie a választást Szatmárnémetiben.
A hétvégében nyúlik az idei állami költségvetés vitája, a két ház pénzügyi bizottsága együttesülésen vitatja meg a tervezeteket, és legkésőbb szombaton 14 óráig terjeszti elő vonatkozó jelentését. Folytatják a képviselőház és a szenátus költségvetési pénzügyi bizottságai az idei költségvetés vitáját. Az együttes bizottság egyebek mellett pozitívan véleményezte már több szaktárca költségvetését. Emellett a képviselőház idei költségvetési keretösszegére is rábólintottak. Az alsóháznak szánt idei összeg mintegy 499 millió lej, 18%-kal több, mint tavaly. A szenátus 250 millió lejből gazdálkodhat, ami 24,2%-kal több, mint 2020-ban. Pozitívan véleményezték az Ifjúsági és Sportminisztérium költségvetését is. A Novák Károly Eduard által vezetett tárca 543 millió lejből gazdálkodhat, ami 3,2%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A szaktárca vezetője híradónknak elmondta, a büdzséből fedezni lehet majd az olimpiai felkészülést, az utánpótlás biztosítását és fejlesztésekre is maradt pénz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legnagyobb terhet a költségvetésre a sportigazgatóságok róják. A sajnos rengeteg emberrel dolgoznak, nincsenek konkrét projektjeik, és ezen kell változtatni, illetve hát a klubokkal se vagyok megelégedve, vagy működnek. Hamarosan ki fogjuk tűzni azt, hogy minden edzőnek minimum 20 sportolója kell legyen, és mindenki kell teljesítsen, mert a sportolók is, mikor versenyeznek, akkor kell teljesítsenek. És ez egészen fentről, egészen a sportolókig, ez érvényes kell legyen mindenhol. Az idei állami költségvetéshez 3169 módosító indítványt nyújtott be az ellenzék. Ezeket egyenként vitatják meg a bizottságokban. A hangulat elég jó. Az ellenzék több ezer módosító javaslatot fogalmazott meg. Ezeket a mai nap és a holnapi nap folyamán megvitatjuk, és majd döntünk arról, hogy elfogadunk belőle, vagy a kormányprogramot érvényesítjük. Eddig azonban egyetlen módosító indítványt sem fogadtak el. Hétfőn 14 órakor a képviselőház és a szenátus házbizottságai kidolgozzák a parlamenti vita részleteit. Hétfőn 16 órától kezdődik a tervezetek vitája a plénumban, a zárószavazásra pedig a tervek szerint kedden kerül sor. A megyeszékhelyek mellett a vidék, valamint a kis és közepes városok is részesülhetnek a kormány támogatásában, amelyet a válság kezelésére ír ki. Hívta fel a figyelmet Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. Az RMDS javaslata a szülőföldön való megmaradást hivatott segíteni. Az Európai Uniós tagállamoknak április 30-áig kell véglegesíteniük a koronavírus járvány okozta válsághelyzet enyhítését célzó országos gazdasági helyreállítási programjaikat. Romániában az RMDS javaslatára nem csak a megyeközpontok, hanem vidéki települések, kis és közepes méretű városok is pályázhatnak. Ez a válságkezelő program, ez több mint 30 milliárd eurót jelent Romániának, és a magyar közösség szempontjából is nagyon-nagyon fontos, hogy ebből a szeletből azért jelentős mértékben a helyi közösségek fejlődésére tudjunk elkülöníteni lehetőségeket és pénzügyi keretet. A fejlesztési miniszter hozzátette, a szülőföldön való boldogulás, a gazdasági fejlődés, illetve a régiók, megyék közötti és megyéken belüli fejlettségi szintkülönbség csökkentése érdekében kulcsfontosságú a munkahelyteremtés a megyeszékhelyeken és a kisebb településeken is. Ezért javasolta azt a minisztérium, hogy részesítsék előnyben azokat a pályázókat is, akik ezeken a településeken teremtenek munkahelyeket. A székelyföldi megyei tanácselnökök által a medvekérdésben közösen benyújtott petíciót tárgyalta eheti ülésén Vince Lóránt EP képviselő kérésére az Európai Parlament petíciós bizottsága. Úgy vélik, egy vadgazdálkodási terv megoldást jelentene a túlszaporodott medvék ügyére. 7000-re becsülik a Romániában élő medvék számát, ebből több mint 2000 egyed él Hargita megyében. A nagyszámú populáció, a nagyvadak és az ember közötti konfliktusokhoz vezet, hangsúlyozta Hargita megye tanácselnöke Borbóly Csaba az EP petíciós bizottsága eheti ülésén, amelyen a székelyföldi tanácselnökök medveügyben másfél éve benyújtott petícióját ismertették. A panaszosok nevében Borbóly Csaba elmondta, Romániában a környezetvédelmi minisztérium évek óta nem talált megoldást a helyzetre. A túlszaporodott medvék bejárnak a településekre, árt okoznak a terményekben és az emberéleteket is veszélyeztetik. Az ülésen az Európai Bizottság munkatársa azt hangsúlyozta, a Habitat Direktíva védi a medvét,
de ha egy állat kárt okoz a gazdaságban és az emberi életben, lehetőség van beavatkozásra. Vince Loránd EP képviselő az ülésen kifejtette, a gazdasági és az emberi életvédelme elsődleges, csak azt követően lehet a környezetvédelmi szempontokról beszélni. Táncos Barna, az RMDS környezetvédelmi minisztere elkötelezett a megoldás mellett, tehát hogy életbe léptetni egy olyan vadgazdálkodási tervet, amely a medve populációt szabályozza. Ennek elsődleges lépése a felmérés, pontosan hány medve él, mennyi fér el az élőhelyen, és akkor azután megnézni, hogy hogy lehet szabályozni a populációt, védjük az emberek életét, védjük a gazdaságot. Az Európai Bizottság úgy döntött, nem zárja le a petíciót, figyelemmel követik, hogy a megoldásként javasolt vadgazdálkodási tervet gyakorlatba ültetik-e. A túlszaporodott medvék ügyében Hargita Kovászna Maros és Brassó megye előjárói 2019. novemberében nyújtottak be petíciót az Európai Parlament illetékes bizottságához. Több magyar nemzetiségű, de legalábbis magyar nevű prefektust és alprefektust nevesített az erdélyi megyékben az USZERÉ Plusz, a hárompárti kormánykoalícióban létrejött egyesség alapján. Így például Temes megyében Németh Zoltán lehet a prefektus, mi Kovászna megyében, ahol a prefektust az RMDS jelöli Rádó István személyében, az alprefektusi tisztsége Dulányi Balogh Szilárd töltheti be. Szatmár megyében Kis Lavinia Anna Mária, Besztercen a szótban Tóth Lóránt kaphat alprefektusi tisztséget az USZERÉ Plusz részéről. A jelentősebb magyar lakosságú megyék közül Marosban Anna Lucia Hank, Biharban Daniel Palagiano kaphat az USZERÉ Pluszos alprefektusi megbízatást. A közlemény nem tér ki Hargita megyére, ahol a kormány megbízotti tisztség a pártszövetséget illeti. Közbeszerzést ír ki a Marosvásárhelyi önkormányzat egy új köztisztasági szolgáltató kiválasztására. Erre azt követően kerül sor, hogy a városvezetés szerződést bontott az eddigi szolgáltatóval. Azóta a hulladékbegyűjtés erősen akadozik a megye központban. Szappanoperába illő jelenetek zajlanak Marosvásárhelyen a hulladékgazdálkodás kapcsán. A városvezetés szerint a Szilevi Szalubri Szerv szolgáltató nagyobb mennyiségű hulladékot számlázott, mint amennyit a valóságban begyűjtött, míg a szolgáltató azzal vádolja az önkormányzatot, hogy nem téríti meg a köztisztasági szolgáltatás ellenértékét. A vita oda vezetett, hogy a városvezetés szerződést bontott a szolgáltatóval, amely néhány napig nem volt hajlandó összegyűjteni a háztartási hulladékot. A helyzet orvoslása érdekében a Városi Tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta azt a határozat tervezetet, amelynek alapján elindíthatják a közbeszerzést a megyeszékhelyen a köztisztasági szolgáltató kiválasztására. Ez tulajdonképpen egy átmeneti közbeszerzés, ezt a mostani 90 napot követően kell valaki ellássa a hulladékgazdálkodási feladatokat egész addig, amíg a megyei rendszer életbe lép, amit reméljünk, hogy minél hamarabb lesz, de nem várható az év vége előtt. Marosvásárhely polgármestere Sós Zoltán szerint a korábbi szerződés értelmében a Szilevi Szalubri Szerv 90 napig még köteles elszállítani a hulladékot a városban, viszont ez alatt az idő alatt az önkormányzatnak le kell bonyolítania a közbeszerzést és ki kell választania az új szolgáltatót. Mindannyiunknak az a fontos, hogy ez a jelenlegi rosszul működő szerződést lezárjuk, és akár egy új szolgáltatóval tovább tudjuk folytatni, de fennakadások nélküli már a szolgáltatást. Ez az új feladatfüzet szabályozza a háztartási hulladék és a jogi személyektől elszállítandó hulladék kezelését. Külön fog működni ugye az utcai takarítás, zöldövezetek takarítása. Ennek kapcsán az új, tehát a 90 napos határidőben már a városi kertészet végzi a zöldövezetek tisztítását és karbantartását. A Marosvásárhelyi önkormányzat arról is döntött, hogy a köztisztasági különadó befizetése alól több kiszolgáltatott társadalmi csoport tagjai mentesülnek. Ide tartoznak a háborús veteránok, a háborús özvegyek és a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők, valamint az egyes fokozatú rokkantak. A köztisztasági különadó kiszámítására vonatkozó nyilatkozatok benyújtási határidejét 2021. március 31-ig meghosszabbították. 10 új iskolabuszt vásárolt Kolozsvár önkormányzata annak érdekében, hogy bővítse és korszerűsítse a hálózatot. A projekt 2018. szeptemberében indult annak érdekében, hogy a belvárosi dugót enyhítse. Az iskolabusz program jelenleg 14 útvonalat fed le, és a város szinte mindenik negyedét érinti.
A kolozsvári belvárosi iskolák diákjai éppen felszálláshoz készülnek. Láthatóan mindannyian felszabadultak, hiszen már a befejeződtek a tanórák és hazafele igyekeznek az újonnan vásárolt iskolabuszokon. A Kincsesváros iskolabusz programjának nagy sikere van. A 14 útvonal a város összes nagyobb negyedét érinti és összeköti a belvárosi iskolákkal. Olá Emese alpolgármester elmondta, az önkormányzat 10 új autóbuszt vásárolt, ezeket pedig kifejezetten az iskolabusz állomány bővítésére szánt. Az iskolabuszok ebetűs jelzéssel vannak ellátva. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az iskolabuszrendszert bővíteni tudjuk, egyrészt új negyedeket tudjunk összekötni a városközponttal, illetve minél több gyereket tudjunk szállítani. Éppen ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy 8 kisebb iskolabuszt fog bevásárolni, illetve emellett még a megszokott méretű 2 új buszt is átadta a február 22-i tanácsülésén a kolozsvári közszállítási vállalatnak. Tette az önkormányzat a negyedekben lévő iskolákat is beszeretné vonni a rendszerbe, de ezt egyelőre még nem tudják biztosítani. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően a hatóságok korlátozták, hogy a szülők felüljenek a járművekre, de a biztonságos közlekedés érdekében a kisiskolásokat az utazás teljes ideje alatt rendőr felügyeli. Az iskolabuszok reggel és délben összegyűjtik és iskolába szállítják, tanórák után pedig hazaviszik a gyermekeket, akik a lakhelyükhöz legközelebb első busz megállóban szállnak fel és le a buszokról. Új ingatlant vásárolt a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem. A beruházásra az elmúlt években létrehozott új szakok miatt volt szükség. Az egykori telefonpalota épületét a műszaki és a bölcsészkar számára vásárolta meg a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem. Az ingatlan 1,1 millió euróba került, a felújítási munkálatokat Európai Uniós alapokból szeretnék finanszírozni. A munkálatok várhatóan 2022-2023-ig fognak befejeződni. Az új ingatlan megvásárlását az egyetem bővítése tette indokoltá. A korábbi Petru Major, valamint az Orvosi Egyetem egyesítéséből létrejött új felsőoktatás intézményben új távképzéses szakokat hoztak létre a gazdaság és jogtudományok karán. Továbbá orvosinformatika, bioinformatika és orvosmérnöki képzés is indult, de csak a legutóbbit hirdették meg magyar nyelven is. Egyértelmű, hogy a 18 új egyetemi szak számára, hogyha ide számítjuk a mesterképzéseket is, szükség van újabb infrastruktúrára. Ezért döntöttünk úgy, hogy megvásároljuk ezt az ingatlant, amely fontos számunkra, jó helyen van és tágas, más tulajdonunkban lévő épületekhez viszonyítva is. A mindeddig egyetlen román Nobel-díjas György Émil Páládé nevét viselő Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetemen jelenleg közel 11 ezer diák tanul 35 alap, 38 mesteri és 7 doktori képzésen. A magyar hallgatók aránya mára már kevesebb, mint 20% az egykor a magyar orvosképzés számára létrehozott felsőoktatási intézményben. Jó esély van arra, hogy a következő tanévtől a Kolozs megyei Szászfenesen magyar előkészítő osztály induljon, csupán 10 gyerek beiratásához van szükség. Az ügy érdekében az alpolgármester találkozót szervezett a szülőkkel. A Kolozsvár hálószobájának számító település a maga 60 ezer lakosával már a Románia legnagyobb községének számít. Érkeznek a szászfenesi magyar szülők a polgármesteri hivatalba, ahol Albert Zoltán alpolgármester szervezett találkozót a magyar előkészítő osztály beindítása érdekében. Csupán 10 gyerek beiratkozásához van szükség ahhoz, hogy a sok éves terv megvalósuljon. Egyre többen kérelmezik tőlünk, hogy indítsunk magyar osztályt, magyar bölcsödét. Rengeteg fiatal költözött be. Eddig is voltak próbálkozásaink, megpróbáltunk magyar osztályt indítani, sajnos nem kaptunk elég jelenkezőt, minimum 10 gyerekkel indulhat magyar osztály. A próbálkozás azért is lehet eredményes, mert a községnek most magyar alpolgármestere van. Az óvodai csoport beindítása sem volt egyszerű, hisz néhány éve alig volt jelentkező, mára viszont több mint 20 gyerek jár itt óvodába. Óvoda indult, állami keretben szerveztük meg, működik, most indulna a polgármesteri hivatallal való egyezkedésünk révén a bölcsőde is, és ez a harmadik pillére lenne a magyar közösségnek, az iskola, és amint látjuk, egy kis odafigyeléssel, egy kis szervezéssel, egy kis áldozathozatallal és sok-sok reménységgel
újra fog indulni. A százfenesi református lelkipásztor elmondta, körülbelül 3000-re becsülik a községben lakó magyarok számát. A szülők elsöprő többsége Kolozsváron dolgozik, így a gyerekek eddig a városi iskolákba jártak. Az igény nagyon nagy, csak nagyon nehéz elindítani az emberekben ezt a törekvést, hogy ez megtörténjen. A másik meg az, hogy nem akarom, hogy a kislány órakok helyen, azért, hogy beérjen 8-ra az iskolába. Egyszerűen effektív fizikailag ez egy rettenetes hátrány egy kisgyermek részére. Nagyon sok magyar gyerek van, mindenki bejár Kolozsvárra. Nekem a véleményem az, hogy itt is ugyanúgy lehet tanulni, ugyanúgy nem attól függ, hogy egy gyerek tanul vagy nem, hogy Kolozsvárra jár vagy Fenesre iskolába. Tehát nagyon-nagyon boldog lennék, ha szeptembertől itt indul magyar osztály. Az alpolgármester elmondta, a 2 éve átadott új építésű modern felszereléssel rendelkező Dumitruta utcán líceum épületében működne az oktatás, és a gyerekek nem csak egy korszerű épületben tanulhatnának, hanem a napi szintű forgalmi dugót is elkerülhetnék. Nem halad a strádaépítés az A3-as autópálya Maruskece és Aranyos-Gyéres közötti részén, így a közlekedésügyi minisztérium felbontja a kivitelezési szerződést az építővel. Az autópályából már csak ez a szakasz hiányzik, hogy Marosvásárhely és Kolozsvár között végig strádán autózhassunk. Mivel az építkezést végző fővállalkozó pénzügyi nehézségek miatt nem tudja befejezni a munkálatokat, valószínűleg felbontják az Észak-Erdélyi autópálya Maroskece és Aranyos-Gyéres szakaszára vonatkozó kivitelezési szerződést, jelentette Beck Katalin Drulla közlekedésügyi miniszter. Szerinte a 15,6 kilométeres autópálya szakasz megépítésére aláírt szerződést a kivitelező nem tartja be, ezért felszólította az országos útügyi vállalatot, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozzon döntést a szerződésbontásról. A Maroskece és Aranyos-Gyéres közötti autópálya szakasz még 2017. szeptemberében be kellett volna fejezni, ám ennek kétharmada még máig sem készült el, és egy évet teljesen leállt a munkafolyamat. A határidő többszöri elhalasztását követően idén nyárra tűzték ki a stráda szakasz használatba vételét, de ilyen ritmusban valószínűleg erre még később kerül sor. A miniszter szerint a következő napokban felbontják a szerződést, és új versenytárgyalást írnak ki, ám így biztos, hogy ismételten el kell halasztani az átadás határidejét. Ez ugyanis azt feltételezi, hogy ismét ki kell várni a jelentkezési, versenyeztetési, óvási határidőket. Ráadásul fennáll annak a veszélye, hogy lejár bizonyos tervek és engedélyek érvényessége, így ezeket újra kérvényezni kell, ami további késlekedéseket okozhat. Ha a Maroskece Aranyos-Gyéres közötti rész elkészülne, ez teljes autópályás összeköttetést biztosítana Kolozsvár és Marosvásárhely között. Újra igényelhetik a Székelyföldön tanuló diákok a SIK-kárt diákigazolványt. A kártya amellett, hogy igazolja a diák státust, kedvezményekre is feljogosítja a 6 és 35 év közötti gyerekeket, fiatalokat. Az iskolák részleges újranyitásával ismét igényelhető a székelyföldi diákigazolvány. A SIK-kárt tulajdonosainak kulturális intézmények, szórakozóhelyek, orvosi rendelők, szabadidős központok, illetve különböző üzletek biztosítanak kedvezményeket. Bár 2020-ban a járványhelyzet korlátozta a felhasználhatóságot, idéntől más arculattal, kedvezményekkel és különböző nyereményjátékokkal várják az igénylőket, tájékoztatott a SIK-kárt programigazgatója. Ez a kártya rendelkezik minden tulajdonságával az európai diákigazolványoknak, tehát van rajta vonalkód, van rajta fényképes azonosítás, van rajta angol nyelvű magyarázat minden személyes adat mellett, tehát ezáltal minden olyan helyszínen el tudják fogadni, ahol az európai vagy Európában használatos gyerekigazolványokat elfogadják. Ez főleg kibocsátó szervezetekkel, partnerségeken keresztül sikerült elérni. Hozzátette, a visszajelzések alapján a magyar, román és angol nyelvű kártya legnagyobb előnyét a külföldi utazások során tapasztalták. Úgy vélte, a diákigazolvány koncepciójával több székelyföldi vállalkozó tudott azonosulni, például a Vibe Fesztiválon jelentős kedvezményben részesültek azok, akik kártyájukat felmutatták. Ajándék a hokizó gyerekeknek, sporttal folytatjuk.
A Székelyföldi Jégkorong Akadémia 30 teljes jégkorong felszerelést adományozott a Marosvásárhelyi Egyesületben hokizó gyerekeknek. A sátortetős fedett műjégpályát nemrég adták át Marosvásárhely és Maros-Szentgyörgy határában. Újongva fogadták és kíváncsian bontogatták az ajándékba kapott csomagokat Maros megye apró jégkorongozói. A dobozokban kétféle csomagot is találtak a gyerekek. Egyikben nadrágot, kesztyűt, lábszárvédőt, illetve váll- és könyökvédőt, a másikban pedig kapusfelszerelést, amely mellvédőt, nadrágot, kapuslábszárvédőt és kapuskesztyűt is tartalmaz. A 30 darabos csomagot a Székelyföldi Jégkorong Akadémia adományozta a Marosvásárhelyi Egyesületnek, amelyet a helyiek csütörtökön vehettek át a Maros-Szentgyörgyi sátortetős fedett műjégpályán. Marosvásár igazából most már a 8. központ, a többi helyszíneken már kiosztottuk ezeket a felszereléseket. Ezt nevezhetjük kezdőtőkének, vagy egy induló lehetőségnek. Az első jégkorongozókat ezáltal felültöztetjük, és próbáljuk ösztökélni őket, hogy minél többet és minél többen jöjjenek jégkorongozni. Marosvásárhelyen és a megyében egyébként óriási az érdeklődés a jégkorongoktatás iránt a jégpálya megnyitását követően. Kui Csaba edző elmondta, több mint 30 aktív jégkorongozó gyerekkel foglalkoznak, de a kori suli programon résztvevők száma is 200 körüli. A gyerekek az Marosvásárhely, tehát a zöme 98%-a Marosvásárhely és a környező települések, itt beleértve Maros-Szentgyörgy, legalábbis én úgy tudom, Maros-Szentgyörgy, és még tudomásom szerint vannak a kezdő csapatban, vagyis a kori oktatás programban Ludasról is gyerekek. Tehát elég jól kiterjedt a reklám, ha lehet mondani, és bárhonnan, tehát ez Maros-Szentgyörgyön épült ez a pálya, de ugyanakkor a pálya lehetőségét használni bárkinek nyitott. A most kapott felszerelésnek köszönhetően Maros megyében is fellendülhet ez a sportág. Vélik a Székelyföldi Jégkorong Akadémia vezetői, az adománycsomagokat a Magyar Állam támogatásából vásárolhatták meg. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.